az se jó, hogyha nagyon tökéletes. Mert akkor olyan hihetetlen. Izgatott vagyok. Tehát akkor a műfaja az romantikus. Azt kell eldönteni, hogy hol fog játszódni, honnan indul a történet. Akkor jó egy ilyen kaland, ha a történet úgy indul el, hogy egy adott helyről indulsz el, és oda is érsz vissza. Uh-huh. Ki legyen ez a körbemenés. Valahol be kell helyezni egy szituációba. Az a helyzet, hogy a helyszíneid is szereplők. Helyszínek? Bizony. Egy könyvben a helyszín ugyanolyan értékes és ugyanolyan elbeszélő, ugyanolyan magyarázó, ugyanolyan, mint egy szereplő, mint egy ember. Annak is vannak tulajdonságai, vannak jellemzői, és hozzá tud adni, vagy el tud venni a történetből. Pont úgy, mint egy szereplő. Uh-huh. Nagyon fontos a helyszín. Nem mindegy, hogy egy thrillert egy sötét erdőben, vagy egy kivilágított konyhában indítasz. Ugye? Tehát az egyiktől már borsózik a hát, a csomáskor, hogy csinálod meg azt, hogy féljen? Hát úgy, hogy berakod azt a kivilágított konyhát egy sötét erdő közepébe. Tehát és nagyon fontos a helyszín. Igen, és elveszed a villanyt. Látod-e? Nagyon-nagyon fontos. Romantikus történetet szeretnénk, és az a célunk, hogy az elején meg kell szerettessük ezt a párt. Azt kell mutassuk róluk, hogy ezek tökéletesek együtt. Vagy? Az se jó. Vagy nem. Az se jó, hogyha nagyon tökéletes. Mert akkor olyan hihetetlen. Jó, akkor nem mint pár tökéletesek, hanem szereted őket, mint emberek. Uh-huh. Tehát ezt el kell írni. Legalább az egyik szereplőt kell szeressék. Hát elindul a történet, valakihez vonzalmat kell érezzen az olvasó. Igen. Valakivel kell tudjon azonosulni, valaki elő kell legyen, hogy ha lennék a helyében. Uh-huh. Vagy nem lennék helyében. Valamit ki kell váltani. Szerintem induljunk ki abból, hogy azt mondtuk, hogy ketten írjuk, és mindenki a saját karakterét próbálja kicsit elképzelni. És én pasin gondolkozok, és talán nőn. Jó? De olyan nagyon különbözőek vagyunk. Nem baj, de tudunk egymást építeni. Ez az egyik tehát, hogy legnagyobb a különbség köztünk. Mi? Hát, hogy te ez a... Jön egy ötlet, csináljuk meg egyből, és én meg az a... Aludjunk rá még, vagy egyet, vagy kettőt, vagy egy egész hetet. És? És azt mondom, hogy ez akkora nagy különbség kettőnk között.